Na, micsoda, micsoda helyzet élet van itt. És az az érdekes ebbe a fülhallgatóba, hogy itt van a hangosítója. Tehát itt lehet lehalkítani, fölhangosítani. Ez egy nagyon jó megoldás, hogy itt van. Bár először, amikor megvettem ezt a fülhallgatót, amúgy sziasztok mindenkinek, akkor nem tudtam elképzelni, hogy mondom, hát hol a hangosítója. És akkor ide pillantottunk, és akkor itt van, amint látjátok. És ez egy jó megoldás. Bár ezzel egy hiba van, hogy én nem értem, miért nem erre az oldalra tették a fülhallgatót, miért a bal oldalra. Jó napot kívánok! Igen, szeretnék felszállási engedélyt kérni. Azonnal el szeretném hagyni a földet. Minél előbb. Go! Let's go! Let's go! És akkor megy a party. Hey ho! Hey ho! DJ fülesnek is egész jó. Mondjuk én nem vagyok DJ, de ami késkozzám múlik. Nem tudom, miért mondtam ezt. Nem akarok DJ lenni, de láttam az X-Faktorban a papucsos DJ-t. Gyerekek. Tehát könyörgöm, megszólal egy zene, még jó, hogy táncolsz. Meg automatikusan direkt is csinálták ezt a műsort. A gyerekek, ahogy a Puskás Peti nyomta, az valami borzalmas. Az a mozdulatsor, ne utánozd. Csak is a Loka Penterát csináld, kikerázod magad. Kikerázod magam, azt mondja. Kerássan, azt mondja. Az, kerássan. Kikerázta magát, hát tényleg kikerázta magát. Mit nem mondjak, tényleg nagy kerázás volt ottan belőle, hallod. Ez tényleg szó szerint kikerázta magát ez a Loka Pantera. Nem azért, de a csaj azért nagy műsort csinált. Meg milyen érdekes, hogy oda baszta a mikrofont, és ugyanezt csinálta, tudjuk, hogy ki. Most a nevét nem tudom a csajszónak, aki ezt megcsinálta, de ő Amerikában volt ismert, meg egyébként tudjátok, hogy melyik csajról van szó. Mi volt a csaj neve amúgy, várjál? Valami furcsa neve volt, na mindegy, lényegtelen. És ugyanúgy, majdnem ugyanúgy történt minden, csak ő a földhöz vágta, tehát nem oda dobta a Radics Gigihez, de most nem a Radics Gigi van, hanem a Bogi. A Bogi egy aranyos lány, úgy. Ennyi. Nem, tehát én nem tudok róla rosszat mondani, mert milyen rosszat mondjak róla, hogy nincs hangja. Mondjuk egy pár dalát hallottam, azt hiszem valannyi dala lent, vagy lehet, hogy nincs is egy zenéje se. Nem tudom, dalos Bogi, de vannak. Most is így nagyon erősen fókuszáltam a gondolkodásra. Még jó, hogy rajta maradt a fólia, de le fog lönni jó, lóra, le fog jönni róla. Milyen furcsa, mi? Most rajta hagytam, de lehet, hogy ma leszedem. De így jobb, mert akkor nem koszolódik, nem piszkolódik, és nem lesz baja. Tehát ő megvédi az ütéstől. Mondjuk mitől védi meg, tehát simán összetörik. Tehát ez a fólia csak azért, hogy ne tudjon porosodni, mert mit tudom én. Tehát nem védi meg attól, hogy ne törjen össze, mert oda baszod, az összetörik. Nem? Annyira egyszerű. Várjál, így. Azért így már másabb a baba fekvése. Na, ígyunk egy kólát, mert szomjatosak vagyunk. Az előző videóval az a címe a videónak, hogy a memória megtelt, vagyis hát a memória megtelt. Igen, a memória megtelt. Az azért volt, mert az utolsó résznél, 8 percnél így kikapcsolt. Most remélhetőleg nem fog kikapcsolni, pedig 3 perce megy. Bízunk benne, hogy nem. Már kitöröltem egy csomó mindent róla, mert tele volt a telefonom egy csomó olyan screenshot dologgal, ami nem tudom, minek. Mert screenshotoltam ki ilyen címeket, meg egyebeket, aztán így, ja, meg híreket, meg mit tudom, hogy rá akarok keresni valamire, hogy ki screenshotolom. Mostanában kicsit vacakol a gyomrom. Hát most már nem annyira, de most tegnap, meg tegnap előtt eléggé fájt a gyomrom, úgyhogy nem nagyon tudtam úgy mászkálgatni. De azért megpróbáltam ellen menni. Szóval izzadtam nagyon, meg levert a víz, tehát levert a víz, meg fáztam. Lehet, hogy azért, mert volt valami kis szösszenet. Valaki jön. Jön. Én zörgök, jó van, már azt hittem, hogy jön valaki, aztán itt csószok itten a hátam mögött, ahogy hozzáér ez a falidízhez a fotelom. Micsoda jó, sikeres élmény, itt vagyok veled, ez nem kell már, veled vagyok én, haver, babám.
Nekem az kell, hogy velem legyél, nekem az kell, hogy enyém legyél, nekem az kell, hogy engem szeressél. Várjál, mutatok valami más pozitúrát nektek. Így, ide tesszük. És még innen is tudok nektek beszélni. És még innen is tudok nektek kornikálni. Hát nem kornikálni, de tudok nektek így beszélni, és így elmondani a véleményemet így nagyjából mindenről. Amúgy itt a fotelom, a kedvenc kis fotelom, amit látjátok. Ezt is fel lehet venni, csak most benne van a kabát. Hát ugye ez most benne van a kabát, amit így láti. Várjál, picit följebb, úgy. És még innen is be tudok küldni, de most tele van kabáttal, úgyhogy innen is tudok nektek attrakciózni. Így most olyan furcsa, mert nem olyan magasan van a történet. Mondjuk ide tesszük, a szokott helyre mondjuk ide. Most itt az ágy össze-vissza van, mert nem régen keltem föl, mert Zole rám írt. Gyere ki. Hát mondom, baszki, valaki nagyon csipog itt a telefon. Fölkeltem, azt mondom, na ne szórakozzál velem már ilyen korán. Hova menjünk? Aztán már majd 9 óra volt. Már rég már minden van, aminek lennie kell. Hát most ezt jó megcsináltuk, ezt az ágyat. Na, jó van, össze van rakva, nem kell ezzel foglalkozni. Akit zavar, az jöjjön, aztán ágyazzon meg nekem. Amúgy meg itt a kis vizem, amit szoktam esténként inni, aztán ennyi. Ott meg a háttérben a számítógép történetek. Ennyi. Tehát én így szoktam lenni, az a számítógép sarok. Hát azok az érmek már nagyon régiek. Na, ott azon a tetején a... Mármint, hogy látod itt. Az egy olyan füzet, amiről mindenféle van. Tehát rajzok, meg egy-két irovány van benne, mit tudom én még mi. Meg a szép poharam, ami... Ott van. Csak nem látszik, mert nagyon a szélén van. Most nézem, hogy a hangszóró, ez már megint hogy áll. Mert így beállítottam a hangszórókat, de ez megint a furcsa, ez megint egyenesen. De ami nagyon jól szól, tehát jó hangja van ennek a magnónak, és az a jó benne, hogy jól szól. Tehát ez a lényege ennek az egésznek, ez a lényege, hogy jól szóljon. Nem, de? Igen. Várjatok, ide ülök, így egyszerűbb, nem? Hogy ide ülök. Na, gyere ide, te párnya! Párnya! Gyere, párnya! Ide tesszük. Én itt szoktam lenni, amúgy itt szoktam videózgatni. Amikor így itthon vagyok, és így tök jól el vagyok, akkor így szoktam videózgatni. És akkor így könnyebb a dolog, így üldögélek. Hát meg az új cipő van rajtam. Most ebben a sáros, latyakos, vizes időben ezt hozom fel, amit látjátok, tiszta sára talpa. Jó tudom, le kéne törölni, meg lemosni, de amúgy leszoktam, tehát én tisztítgatom a cipőmet. Most nem azért, hogy levenném, csak lehet le kéne vennem, nem? Minek van rajtam amúgy? Nem is megyek sehová, nem is terveztem sehová menni. Amúgy ilyen a cipő, szép. De... Vink cipő. Amúgy vink. Ott van. Vagyis nem vink, de vink. Vinkecó. Ott van. Vinkecó. Nagyon jó cipő van, mi? Cipő. Ugye volt a cipő az énekes. Aki elég fiatalon, mondjuk úgy, hogy fiatalon meghalt. Mennyi idős lenne már? 50 fölött bőven. Jóval 50 fölött lenne. Kár érte. Ugye tudjuk, hogy melyik együttesben volt, azt nem kell mondani. Szerintem. Én azt tudom mondani, hogy jó volt. Na, 8 perce megy a videó, és még mindig nem állt meg. Ez egy nagyon jó dolog. Ha netán megállna a videó, sorry. Blámen. Sorry on blámen. I am sorry. Én lennék... nem is Zole, hanem Leo Official. Ja. A Vlog utcán oficiál csatornámra is feliratkozhattok. És ott is vannak fent videók, ha szeretnétek. Tehát én igazából nem akarok senkit rá erőltetni arra, hogy most feliratkozzon, hanem majd ő eldönti, hogy mi van. Aztán ennyi. Ejj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 
még itt, mit tudom én. Energiaitalos dobozok, spré, rágó. Ja, tényleg a kabátomban volt az izé. Na várja, papa. Na csak, hát így erre, hogy én is látszódjak. Ide jön a kabátomban, itt van a kabát zsebemben az izé. A rágó féleség. Nézd, már itt van. Komcsi, látod? Mondtam én is. Van még benne egy, kettő, három. Ez csak három darab, nem?
Aha, három darab van benne, jó van. Na, hát ez ilyen. Ilyen ez a világ. Ilyen ez a világ. Na, jó van, hát ez most ilyen helyzet. Mindegy, egy rágót azért elfogyasztunk, ugye lehet. Van. Jó, hogyha rágózik az ember, mert akkor kellemesebb a szájszag. Hű, már ennyi az idő? 11 óra? Nem. Már bocsánat, hogy így viszem, de sajnos belelóg a kezem, úgyhogy sorry. Amíg azt tudom mondani, hogy bocsi. De ez azért van, mert na, 11 óra 7 van, jól mondom én. Na, lassan dél, azt mindjárt éjfél. Eminemnek nem sokára lesz az új lemeze. Kirakott egy fotót, egy ilyen dollár, és oda van írva a nagy B és R Bonner, ugye? De nem biztos, hogy az a lemez színe, mert lehet Bad Recordery, de az milyen hülyeség lenne már, hogy a Recordery-hez odaírja, hogy Bad Recordery. Ki tudja, hogy mi lesz. És akkor odaírta, hogy én egy sajt vagyok. Mi ugye a cheddar az sajtot jelent. Cheddar sajt, úgy tudom. Na mindegy, hát én kíváncsian várom ezt a dolgot. És nagyon kíváncsi leszek rá, úgyhogy Eminem lemezét mindenképp várom. Meg amúgy LL Juniornak a lemezét is fogom várni. Most a Skyforce-hoz csatlakozott Igni és a Csiki Laci, aki a Kuno Márióval közös dalt csinálta. Boldogságra vágyom, vagy nem is tudom, valami ilyesmi volt a cím. Elég tehetséges a Csiki Laci, meg az Igni is. Vagy nem az Igni, na a Mr. Andreas, nem? Mr. Andreas, vagy Igni? Nem Igni, de ő is az Igni, nem a Mr. Andreas. Mr. Andreas, na, összekeverem a kettőt, elnézést, nem Ignit akartam mondani, mert az Igni nem. Aztán a Mr. Andreas, na mindegy, lényegtelen, csatlakozott a Mr. Andreas és a Csiki Laci. Keresetek rá a Csiki Lacira, ami Márióval közös dalunk. Van a Szeretetre vágyom, vagy Boldogságra vágyom, valami ilyesmi a címe. Nem akarom én, hogy elhazudd az égen a csillagot rég. Mondod nékem, hogy szeretsz most engem, velem vagy, és még nekem is kell még szó. Száz méter. Ez nem tudom, hogy miért van. Ezt se tudom, hogy miért van. És még ezeket se tudom, hogy miért vannak. Egy első helyezettem van, és három darab harmadik, meg egy második helyezett. De úgy tudom, hogy valami csapatban lévő dolog volt. Na mindegy, erről van videó fent. Keresetek rá. Milyen jó, nem? Tele vagyok érmekkel. Várjál, csinálunk egy fotót. Indexképnek. Az, még egyet. Szigorú. Azaz. Jó lesz indexképnek ez. Na, 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 na. Ez mit belefért a nyakamba, most már nem. Ugye ez azért van egyben, mert az egykori régi időkben odaadtam az egyik ilyen piros-fehér-zöldes izét, és nem kaptam soha vissza. És így rá lett ide rakva, rá lett helyezve, mondjuk azt, és ez már nagyon régóta így van. Hát ez már a régi fiatalkori élményekből van, azért már öreg vagyok ahhoz, hogy én sportuljak, gondolkodsz te ezen, hogy sem, mert te régi fiatalkori emlékeket fel kell idézni minden videóban szinte. Jövőre is felidézzük, mit szóltak hozzá. 2020-ban is, 2020-ban is felidézzük ezeket az emlékeket, nem, amúgy mindent fel lehet idézni. Mindig jobb felidézni, mint elfelejteni, meg emlékezni rá. Rengeteg mindenről lehet beszélni, meg rengeteg emlék van az életemben. Nem? Ja. Itt a kulcsom, kocsi kulcs. Amúgy nem. Milyen jó kis díszar kulcsom. Ezt most nem fogom, mutattam meg. Ez ilyen penis, ugye tudjátok, a kocsi. Ott van rajta. Várja, hogy látszik. Várja.
Ez ilyen bevásárlós történet. Ha mész a pennybe, akkor beledugod oda a kosárba, és akkor ki tudod húzni a kosarat. A penis kocsit. Milyen kosár? Hát penis kocsi. Igen. Tudod? Fókuszálj már rá, zseniális kabátfej. Na. Hát de nem fókuszál, nézz oda! Ja, mert túl izé. Aha, jó. Hát ilyen szerencse történet. Gondolkodtam rajta, hogy kéne csinálni ilyen kaparósorsegyes videókat. Néha-néha. Hogy kapargatunk kaparósorsegyet, aztán hát ha nyerünk ilyen dolgot. Majd meglátjuk, lehet, hogy lesz majd ilyen. Hogy milyen videók lesznek, azt egyelőre még én sem tudom, de hogy kitalálom. Lesz majd valamilyen. Unboxing videók nem lesznek, mert milyen, mit mutassak be, már szinte majdnem mindent bemutattam. Fülhallgatóról beszéltem már. Telefontokat elmondtam, fekete színű olyan, mint a telefon. Ez az egy darab volt csak. 3000 valamennyiért. Aztán ennyi. Igen, nagyon drága volt. Tudom, hogy más meg tizenvalány ezrekért vesz. Aztán ott benn voltam az egyik üzletben, és kérdeztem, hogy milyen árban vannak a fülhallgatók. 14 000. Mondom, mi van? Tehát mit csinál az 14 000-ért? Az a fülhallgató énekel? Vagy mit csinál? Gyerekeket nemz? Vagy táncol? Vagy mit csinál? Bevásárol, azt meg is főz? Tehát nagyon-nagyon-nagyon sok helyen vannak drága fülhallgatók. De az azért van, mert a márka név miatt, és azért minőségi dolgok. Ez meg 3000 forint. Jó, most ilyeneket ugyanilyen szerintem sokkal több is meg lehet kapni. De hát azok teljesen máshogy néznek ki. De miért fizetünk? A kinézetéért, a borításáért, vagy a dobozért fizetsz ennyit, amiben benne van. Nem. A márka névért és az egész kinézetéért. Tehát a fülhallgatónak a forma megtervezése miatt van ilyen horror ára sok-sok fülhallgatónak. Rengeteg fülhallgató van. És most az ember megvásárolna egy csomót, akkor milyen jó valami? Nem. Hát annyi pénze nincs az embernek, hogy vegyen meg 100 darabot, vagy 200-at. De hogyha évente legalább egyet-kettőt veszel, akkor oké. De azt nem mondom, hogy most én 10 valány ezre ki akarok venni, de az Euronics-ba is néztem, ott is vannak, de ott teljesen más. Vannak ezek a fehér, meg nem tudom, rózsaszín, meg piros, meg kék, vagy nem tudom milyen színű fülhallgatók. Nem ilyenek, hanem teljesen másabbak. Azok is minőségiek, és az áruk is megvan. Egyszerű és nagyszerű. Fülhallgató legyen veled. Várjál, fülhallgatóról is csináljunk egy képet, már ne szórakozzál. Jó. Na, nem is gondoltam volna, hogy ez így alakul, de alakult valahogy, nem? Tehát alakulnia kellett valahogy. Na, megnézzük, hogy mi ezek a depikével. Mit szóltok hozzá? Megnézzük a depit. Akarjátok látni a kutyikát? Hoppá, ráléptem valamire. Na, úgy itt van. Hú, komolyba. Várjál, mert így le kell ide tennem az asztalra, hogy látszódjon a kutya. Ott van. Látjátok? Szervusz, kutyám. Jól vagy? Ilyenkor ezek ilyen helyzetek. Ja, ide is le tudom rakni, és akkor így tudok itt áldogálni. És közben beszélni hozzátok. Na? Ez egy tök jó hely. Na, üdvözlök mindenkinek. Szevasztok. Micsoda jó ez így. Na, jól van. Igazából ennyit tudok bemutatni ebből. Most bemegyünk ide. A régi live-ozó hely, tudjátok, a konyha. Áj, ki lett tisztítva minden. Úgy itt van a biciklim. Tényleg itt a biciklim, figyeld már. Ide raktam be a biciklimet, most kapcsolok. Azért lett ide behozva, mert ide fél be. De majd ezzel lesz hűbe a faházba, és akkor lenni igazából. Az első pedig nem jó, úgyhogy sajnos nem tudok oda mit kezdeni most. Egyelőre itt lesz. Na, mindegy, röviden ennyi ez a történet itt. Ezt megyünk vissza a szobába. Egy kicsit furcsa így fogni a telefont. Közben Zola megírt. Na nézd oda, látod milyen gyerek ez? Egyből ír nekem. Na. Mert ugye múltkor csináltunk videót, aztán azt majd fel kell tenni. Na mi van? Csá. Aludni akar a kutyaim, meg itt zavarom, hallod? Tehát ez így
Miért zavarod a kutyát? Most mondd meg őszintén, miért zavarod a kutyát? Zavarod a kutyát, hogy aludni szeretne. Látod, aludni akar, érted? Miért? Miért nem hagyod aludni? Miért nem hagyod aludni a kutyámat? Mi? Tükörefekt. Itt van a hűhallgatónak a doboza. Komolyan. Na várjál, ezt megmutatom meg, hogy akkor így le is tudom tenni nektek. Úgy. Legalább nem kapcsol ki így a felvétel. Na várjál, el kell fordítani. Hát így. Mi van, öcsém? Mi van, öcsém? Hanem, ez itt van a fülhallgatónak a doboza. Látod? Jaj, mi rajta van az ára is. Na, gyorsan. Nem kapargatjuk. Ennyi. Na, jó. Bemutatjuk. Na, nehogy ne buruljál te! Szemétláda. Ja, ennyi. Na, bemutattuk a fülhallgató dobozát. Na, már úgy látom, valaki telefonál. Aj, már ki az ilyenkor reggel? Mindig van valami, amikor telefonál valaki. Most megint menjek ki, fölvenni a telefont. Áj, gyerekek, ez hihetetlen. Nem értem, hogy mi van. Na jól van, mindegy, ennyit szerettem volna ezzel a rövid kis videóval, aztán majd jelentkezem még videóval. Aztán majd beszámolok nektek egyéb dolgokról. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok!